Szép jó napot kívánok, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Szocialista Párt sajtótájékoztatóján. Gurmai Zita a nőtagozat vezetője, Kóros Lajos parlamenti képviselő, Torzsa Sándor pedig a Societas ifjúsági szervezet elnöke. Közösen fogjuk bejelenteni azt a karitatív akciót, ami a mai nappal kezdetét veszi a mind a 106 egyéni választókörzetben Magyarországon. Azt szeretnénk mondani, de majd a részletekről fognak kollégáim szólni, hogy Magyarországon az Orbán kormány mint egy fordított Robin Hood úgy működik, a szegényektől elvett pénzt osztja szét a gazdagoknak. Az elmúlt 6 esztendőben elképesztő módon nőtt a szegénység Magyarországon, és ideig, óráig el lehetett takarni azzal, hogy a menekült kérdést fontosabbá tették, mint az valójában, de eközben pontosan látszik, látjuk, hogy az emberek egyre szegényebbek. A felső 800 és az alsó 800 ezer ember közötti különbség az 27-szeresére nőtt Magyarországon, és 3 millióról 4 millióra emelkedett az elmúlt esztendőkben a szegény emberek száma. A társadalmi igazságosság indexe alapján, ahogy egy tanulmányban olvashattuk az elmúlt napokban, Magyarország az Európai Unióban mindösszesen a 23. helyen tartózkodik. Tudjuk, hogy ez nem megoldás, amit mi most teszünk, de legalábbis egy olyan kezelés, amelyik lehetővé teszi, hogy néhány tízezer embernek a következő hetekben könnyebbé és élhetőbbé tegyük a karácsonyt. Mind a 106 egyéni választókörzetben a helyi vezetőink, a helyi politikusaink fogják tenni a dolgukat. Ez egy akció, amit a Szocialista Párt kezdeményez. Egyéb részletekről pedig akkor először Gurmai Zitát, a nőtagozat vezetőit hallgassák meg. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Ma egy olyan korban élünk, amikor a fideszes urizáló elit minden második állampolgár kezét elengedte. Egy olyan korban élünk, amikor nekünk baloldaliaknak erkölcsi kötelességünk, hogy segítsünk azoknak az embereknek, akiknek elengedték a kezét. A kormánynak nem ez a fontos, de nekünk igen. Mi nem csak figyelünk a nélkülözőkre, hanem cselekszünk is. Az MSZP a nőtagozattal együtt közösen szervez az adományok gyűjtését, és természetesen számíthatunk a Societasra is. Miért is fontos ez itt karácsonyhoz közeledvén a nélkülöző embereknek? Egyszerűen tartós élelmiszerre, tisztálkodószerre van szükségük, és az azt jelenti, hogy vagy például meleg takaróra, vagy adott esetben tisztasági szerekre, hogy legyen asztal, amin van étel, hogy egyáltalán legyen esélyük arra, hogy ha van karácsonyfa, akkor az alatt legyen ajándék, vagy ne adj Isten szaloncukor a fán. A Magyar Szocialista Párt helyi szervezetei, aktivistái és természetesen a nőtagozat tagjai az irodánkban, a megjelölt helyeken, gyűjtőhelyeken természetesen várják az adományokat. A párt honlapján, a Facebookon is nyomon követhető az akció. Mi segítünk, ránk mindig is számíthatnak. Magyarországon gyermekeink 41%-át fenyegeti a szegénység. Az Európai Unióban rosszabb a szám, csak Bulgária és Románia az, aki rosszabb helyzetben van. Azt kell mondjam, hogy ez azt jelenti, hogy Orbán Viktor Magyarországot Európa Bangladesévé tette. Ha van nemzeti érdek, akkor a gyermekszegénység az, akkor a szegénység felszámolása elsődlegesen az. A segélyezés, a rászorulóknak való segítség, a gondoskodás, az oktatás nem csupán szolidaritás kérdése, hanem Magyarország alapvető gazdasági érdeke. Több mint 4 millió nélkülöző emberrel Magyarország nem lehet erős, nem lehet versenyképes. A sajnálatos tény az, hogy Magyarországnak nincsen felelős kormánya. Mit jelent ez? Magyarországon lopás alapú kormányzás van, amelyben nem fontos az emberek boldogulása. Mondok két példát. A családi pótlék inflációt követése 60 milliárdba kerülne, és akkor még csak ott tarthatnánk, mint ahogy 2010-ben a mi kormányzásunk befejezésekor, tehát itt nem emelésről beszélek. 10 milliárd forintból meg lehetne oldani a gyermekek étkezését, hogy minden gyermek jól lakhasson a nyár folyamán. De mire is költött a kormány? Nem ezekre. A kormány propagandára költött, népszavazásra, kvóta népszavazásra. Mennyit is? 17 milliárdot.
A Magyar Szocialista Párt nőtagozata immár 20 éve szervezi karácsonyi jótékonysági akcióját. Ez azt jelenti, hogy számos településen már ismernek bennünket, tudják, hogy ránk számíthatnak, és csöndesen elmondják azt, hogy mi is az, amire igazán szükségük vannak, mert a legszegényebb az nem árulja el, a legszegényebbet meg kell, hogy találjuk. Idén legalább 10 000 emberhez szeretnénk eljutni. És emlékeztetném magunkat arra, hogy mit is mondott Ferenc pápa. Mi kell az önkéntes munkához? Meghallani a feladatot, dönteni és cselekedni. Mi meghalljuk az emberek szavát és cselekszünk. Számunkra a karácsonyi készülődés része az is, hogy másokra is gondolunk. Nem csak a saját családainkra, hanem a nélkülözőkre, a szegényekre. Az ország minden megyéjében, és természetesen itt Budapesten is ott vagyunk. Keressenek meg bennünket. Tudják, mi nem változunk. Számíthatunk önökre, számíthatnak ránk. Köszönöm azoknak a nőtársaimnak, akik hosszú évek óta segítik ezt az akciót. És köszönöm a fiataloknak, hogy idén ők is beszállnak. Ebben az országban mindenki számít. És többek között szeretnénk segítséget nyújtatni azoknak az idős embereknek, akiknek se tisztességes nyugdíjuk, se hozzátartozójuk nincs. Ezek az idős emberek félnek a téltől, rettegnek a téltől, mert nincs tüzelőre való, nincs meleg ruhára való, és dönteniük kell, hogy esznek, vagy éppen a gyógyszert váltják ki. És szeretnénk segíteni azoknak az idős embereknek, akiket a kormány most éppen azzal fenyeget, hogy szülőtartás révén beperlésre kényszeríti a családtagokat, hogy azokat a térítési díjakat ki tudják fizetni, amelyek egy idős otthonba kerülés kapcsán őrájuk ráterhelnek. Ez egy igazságtalan társadalompolitika, amelyet az Orbán kormány képvisel, és mi minden eszközzel harcolni fogunk ez ellen, a társadalompolitika ellen, de addig is bizton segíthetünk, számíthatnak ránk azok az idős emberek, akik magukra maradtak. Nem csak élelmiszerekben, nem csak gyógyszerekben, hanem meleg ruhákban, ételekben és gyógyszerekben is fogunk tudni segíteni. Azt hiszem, hogy ezt megkérveteli tőlünk a társadalmi szolidaritás is.